ez a Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén című Pedro Almodóvar filmnek a musical változata. Tulajdonképpen Almodóvar ezzel a filmmel lett világhírű és ismert világszerte. És két amerikai csávó írt belőle egy remek musicalt, latinos lüktetésű, talán hallja most is a néző, most éppen próbálnak a kollégák. Egy ilyen latinos lüktetésű, nagyon változatos és nagyon izgalmas zenei alapokon nyugvó musicalt, és egy, hát egy hihetetlen szép történet, és nagyon fordulatos, krimiszerű, egy nagyon szép himnusz a nőről egyébként. A nőkről, az idétlenségükről és az idétlenségükben is szerethető mi voltukról, és természetesen mindig az a mocskos férfi az oka mindennek, meg egy másik nő, meg saját maguk. Szóval erre a kérdéskör, megcsalások, megcsalatások, hát ahogy az, amilyen az élet. Erről szól ez a történet, és legvége tényleg egy ilyen magasztos himnusz. Az azért ez nem annyira könnyű a darab, tehát ez nem olyan, mint az Anconai szerelmesek. Én vagyok a nem túl szimpatikus a szép fiú ebben a szép bácsi ebben a darabban. Az egész darab, nem tudom, első 20 perce arról szól, hogy hol van Iván. Iván keresik. Iván vagyok én. Pepa a főszereplő nő, egy színésznő mindenáron meg akarja találni Ivánt, akiről kiderül, hogy Iván a kedvese. Szép lassan belemegyünk a történetbe, és kiderül, hogy Ivánnak azért több kedvese van itt hirtelen párhuzamosan, aki egy picit elkalandozik így figyelmileg, hogy de szép itt a kőfejtőbe, és mondjuk egy percig nem figyel, az kiesik a sztoriból. Tehát itt a nézők is elég keményen meg vannak dolgoztatva. Element cserében kapnak egy fantasztikus darabot, egy fantasztikus zenével. Egy mangó buké, egy lókusz nyalat, egy pál az ötszerű színár nyalat, mi nincsen már jelen, de friss molyas a szerkezet, kocek hőszíram, de kókusz tehely, felém még érsz moly a pollent lehely. Én most Lucia Bertrandt játszom, aki ugye az Ivánnak a volt felesége, akit ott hagyott egy csecsemővel, szó nélkül, amitől a nő egy kicsit megbolondult, és tulajdonképpen ez a nő semmi más nem akar, csak magyarázatot arra, hogy miért történt ez az egész. És a pasi úgy lépett le, hogy egy szót sem szólt. Picit skizó a nő, egy kicsit bolond, de van egy pillanat a darabban, amikor teljesen kitisztul a nagy dala, amikor elmondja, hogy tulajdonképpen mi történt vele. Egy olyan dal, amit eddig bárhol elénekeltem, vagy bárhol hallották így, és amit látok úgy az első pár sort, hogy ugye a nők úgy elgondolkoznak azon, hogy van egy olyan férfi az életében, akiért feláldozta az egész fiatalságát, és egy csöppet nem lett megbecsülve. De nem akarok ennyire drámázni, ez egy vidám darab lesz. Aki megírta ezt a forgatókönyvet, a szimpatia adaptációt, teljes mértékben követte a filmnek a vágásait és a filmnek a képeit, és hát ez azt jelenti, hogy nem tudom most így hirtelen fejből, de valami 30 akárhány jelenetet kellene nekünk, 30 akárhány helyszínt, díszletet külön kellene nekünk itt most megmutatni, ami színházi szenikával szinte lehetetlen, ezért választottunk, a rendezőnk találta ki díszlettervezővel együtt ezt a kis falmozgatásos rendszert, és tulajdonképpen nagyjából ezekkel a kis faljátékokkal bármit meg lehet valósítani, ilyen, mondom azt, hogy stilizált módon. Mi a fene volt ez? Van, hogy az ember néz, mint a moziban, még sincs a sztoriban, teljesen képen. Míg az elveszett vonalat keresi, közben az ifeszét lesz ilyen tippen. Minden a feje tetején áll, belecsavarodsz annyi a szál. Körbe teker és összekuszál, és rúzsba köt, rúzsba köt. Én Pepa Márkoszt alakítom a darabban. Tulajdonképpen ő a főszereplő, ha most
ki kell neveznünk egy főszereplőt, de valójában azért is olyan csodálatos szerintem ez a darab, mert borzasztóan jó női karakterek vannak benne, és mindenki ugye tulajdonképpen egyetlen egy férfi után sóvárog, és ezért nagyon-nagyon sokfajta típusú nőt megismerhetünk, ugye ebből ered általában a humorfaktor is. Én azért inkább egy kicsit a drámai vonalat képviselem, hiszen én vagyok ugye az a fő asszony, aki folyamatosan Ivánt keresi, és hát egyszer csak szembe találkozik egy csomó nővel, akiről kiderül, hogy lehet, hogy ők is pont ugyanazt a férfit keresik, és ugye az én nagy drámai ívem az, ami a darab végén meghatározza, hogy egyszer csak Pepa hoz egy döntést, hogy most akkor neki kell Iván, vagy nem kell Iván, és én azt hiszem, hogy ennek a darabnak az a nagyon nagy sikere, hogy a nők magukra ismernek, tehát mindenki megtalálja azt a figurát, aki hozzá a legközelebb áll. Én azt remélem, hogy a férfiak is tudnak egy kicsikét nevetni saját magukon adott esetben, vagy magukra ismernek ezekben a figurákban, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük játszani, mert nagyon komoly drámai mélységei vannak, de azért alapjában mégiscsak egy vígjáték. Szóval kicsit olyan Almodóvárféle világ nyilván, és azt hiszem, hogy azért is olyan jó ez a darab, mert rengeteg rétege van, és ezért szerintem elég sok mindenki megtalálhatja benne azt, ami számára vonzó.